Kevesebbet termelnek, folyamatosan csökken a burgonya termőterülete hazánkban. Míg 2004-ben még 31 ezer hektáron termesztették a növényt, tavaly ez mindössze 16 ezer hektár volt. Július 26-án ponthatárok. A leendő felsőoktatási hallgatóknak fontos feladatuk, hogy a lakcímváltozás bejelentése és a diákigazolvány igénylése miatt felkeressék a hozzájuk legközelebbi kormányablakot vagy okmányirodát. Korszerűsítés. Mintegy 300 millió forintot fordít a nyári felújítási munkálatokra a Nyírtávfő Kft. Folyamatosan csökken a burgonya termőterülete hazánkban. Míg 2004-ben még 31 ezer hektáron termesztették a növényt, tavaly ez mindössze 16 ezer hektár volt. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Így az országos termésmennyiség is 403 ezer hektárra csökkent 2016-ban, hangzott el az országos burgonya tanácskozáson Gyula tanyán. A Nébik kísérleti állomásán idén is külföldi és magyar burgonya fajtákat ismerhettek meg a szakemberek. 35 különböző fajta, külföldi és magyar burgonya egyaránt. Ezeket a kísérleti fajtákat tekinthették meg a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Gyula tanyai állomásán. Az országos burgonya tanácskozás célja, hogy a hazai termőföld adottságaihoz és éghajlati viszonyaihoz alkalmazkodva minél több új növényfajta kerüljön be a burgonya jegyzékbe. Ennek érdekében az országos fajta kísérleti állomás hálózat már 125 éve működik. Gyula tanyán mindig is egy kiemelt szerepe a burgonya fajta kísérlettel volt, hiszen itt 25. alkalommal kerül megrendezésre ez a bemutató. És azt gondolom, hogy mivel az ország egész területét le kell fednünk, ezért nagyon fontos, hogy az északi, észak-keleti csücsökbe is legyen fajta kísérleti állomási terület, hiszen ez egy mezőgazdasággal nagy mértékben érintett terület. A burgonya Dél-Amerikából hosszú utat tett meg, mire Magyarországra ért, és az egyik legfontosabb ételünké vált. 2004-ben még 700 ezer tonna volt a növény országos termés mennyisége, ez tavaly 403 ezer tonnára csökkent. De nem csak a mennyisége, a krumpli hozama is kevesebb lett. 2011-ben volt egy kiugró évünk, és tavaly az alacsony vetésterület ellenére egy 24,6 tonna per hektáros átlaggal itt az elmúlt évek, mondjuk az elmúlt 13 év közül a harmadik legjobb termés eredményt értük el, tehát látható, hogy például 2015 az jóval gyengébb volt az ismert okok miatt. Ilyen ok például, hogy amíg korábban 31 ezer hektáron is termesztettek burgonyát, tavaly ez már mindössze 16 ezer hektár volt. A csökkenés annak is köszönhető, hogy nagy a verseny az import burgonyával, illetve megszűnt az ipari felhasználás. Korábban a szeszipar is feldolgozta a növényt, de krumplicukor és keményítő is készült burgonyából. Amikor ezek megszűntek, sok esetben nem tudtak mit kezdeni a megmaradt burgonyával, ezért több mezőgazdasági szakember is felhagyott a növény termesztésével, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Régi időkben itt nagy termőterülettel rendelkeztünk a megyében, sajnos ezzel leapadt ilyen 1600 hektár környékére, valamikor, amikor a TSZ meg az állami gazdaságok üzemeltek, csak Balkányban 6-800 hektárok voltak, több mint 200 hektár területen termeltek vetőmagot, lassan ez leapad oda, hogy az egész megyébe nem termelünk ennyire, ennyi vetőmagot. Úgy gondolom, hogy a 25 év indokolja, hogy muszáj ilyen lehetőségeket biztosítani a gazdálkodóknak, ahol újabb fajtákat ismerhetnek meg. Más okokra is visszavezethető a burgonya termőterületének csökkenése. A növény a 25 Celsius fokon felüli hőmérsékletet nem bírja, a nagy UV-sugárzás elviselhetetlen a krumpli számára és sok gondozást igényel. Burgonya, tehát ezt tudni kell, hogy nagyon-nagyon önköltséges, tehát hogyha normális vetőmag, tápanyagellátás vagy vízzel, olyan 1 millió 500 ezer forint a bekerülési önköltség. Tehát burgonyát csak aznak szabad csinálni, aki öntözni tud, illetve minőségi vetőmaggal rendelkezik, illetve a tápanyagot megkapja a burgonya. A Gyula tanyai bemutatón a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. Baracsi Endre beszédében kiemelte, a 25. évfordulóját ünneplő rendezvény helyszínt biztosít a jó gyakorlatok megosztására és a tapasztalatok átadására a termelők között.
Nagyon fontos lenne az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, amely egy hagyományos termőterülete a burgonyának, itt is minél jobb fajtákkal és minél inkább tudjuk megközelíteni azt a termésátlagot, amelyet az ökológiai lehetőségeink biztosítanak. De természetesen ez egy nagyon nehéz vállalás, hiszen nagyon sok szempont befolyásolja magát a burgonya fogyasztást is, hiszen csökken a fogyasztása ennek a növénynek. Nagyjából olyan 60 kg körül mozog egy emberre vetítve az éves elfogyasztott burgonya mennyiség, és ebben már benne vannak a különböző módon feldolgozott burgonya termékek. A gyulatanyai rendezvényen kiemelték, régebben a sárga burgonya színe miatt szinte eladhatatlan volt. Mindenki a pirosat kereste, pedig valójában a sárgának van jobb íze. Az elmúlt években ezt már a vásárlók is tapasztalják. Július 26-án kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A felvételt elnyert leendő hallgatóknak fontos feladatuk, hogy a lakcímváltozás bejelentése és a diákigazolvány igénylése miatt felkeressék a hozzájuk legközelebbi kormányablakot vagy okmányirodát. A felvett diákoknak nem kell megvárniuk a beiratkozást, a felvételről szóló értesítéssel akár már másnap elkezdhetik az ügyintézést. A szeptemberben induló felsőoktatási képzések ponthatárait július 26-án este hirdetik ki. Ezek elsőként a www.felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik jelentkezéskor megadták a mobilszámukat, még aznap este SMS értesítést is kapnak a felvételi eredményeikről. A felvett hallgatóknak még a nyáron meg kell igényelniük a szeptembertől használható diákigazolványukat is. A értesítés készhezvételét követően a felsőoktatási intézményekben jelentkezett hallgatók feladata, hogy diákigazolvány igénylése céljából felkeressék a hozzájuk legközelebb eső kormányablakot vagy okmányirodát. A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEC adatlap az ország bármelyik kormányablakában díjmentesen igényelhető. A NEC adatlap igényléséhez vagy igénylése során aláírás és fénykép felvételezése történik a kormányablakban, amely után készhez kapja a leendő diák a NEC adatlapot az érvényes NEC azonosítójával. Ezt követően a diákok feladata, hogy ezt a NEC azonosítót eljuttassák a felsőoktatási intézménybe, amely a későbbiekben rendelkezik majd a diákigazolvány kiállításáról az oktatási hivatalon keresztül. Fontos, hogy a felvett hallgatóknak nem kell megvárniuk a beiratkozást, akár már másnap is megkezdhetik az ügyintézést az ország bármely kormányablakában. Azok a hallgatók, akik más városban kezdik meg tanulmányaikat, és ott kollégiumban vagy albérletben fognak lakni, be kell, hogy jelentsék az új tartózkodási helyüket. Ehhez szükséges a szállásadónak a nyilatkozata, amelyet megtehet a lakcímbejelentő lap aláírásával, illetve nagyon fontos még a szállásadói jogosultságnak az igazolása, ami történhet adásvételi vagy bérleti szerződéssel, tulajdoni lappal, illetőleg, hogyha az ügyfél ezzel nem rendelkezik, akkor a kormányablak ügyintézője a földhivatali nyilvántartásba történő betekintéssel ellenőrzi ezt a jogosultságot. Ehhez elegendő, hogyha az ügyfél magával hoz egy pontos helyrajzi számot. Jelenleg is zajlik a július 12-éig módosított jelentkezői adatok, benyújtott dokumentumok feldolgozása. Minden jelentkező csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a felvételi ponthatárt. Mintegy 300 millió forintot fordít a nyári felújítási munkálatokra a Nyírtávfő Kft. Ebből az összegből közel 200 milliót a vezetékrendszer korszerűsítésére, valamivel több mint 100 milliót pedig a hőközpontokban szükséges munkálatok elvégzésére fordít a társaság. A felújítási munkák szeptember 15-éig a fűtési szezon kezdetéig befejeződnek a megyeszékhelyen. A Nyírtávfő Kft. Nyíregyházán 15.700 lakásban és mintegy 1000 közintézményben biztosítja a fűtést és a melegvíz szolgáltatást. Az azonnali beavatkozást igénylő javítási munkákat a fűtési szezonban is elvégzik a cég szakemberei, de a nagyobb felújításokra a nyári időszakban van lehetőség. Mivel a megyeszékhelyen kiépített hálózat több mint fél évszázados múltra tekint vissza, a rendszer elavult szakaszain folyamatosan cserélik ki a vezetékeket a szakemberek. A város 1966-tól távfűtéses, tehát a tavaly volt 50 éves a távfőszolgáltatás. Nyilván ilyen öreg vezetékek, ezek már nincsenek, hiszen a fejlődéssel a dimenziók nőttek, tehát nagyobb csövek lettek beépítve a 70-es években, de azért vegyes a kép.
Tehát azt tudom mondani, hogy a legutóbbi 4-5 évben a vezetékhálózatnak közel a 40%-át tudtuk kicserélni pályázati és saját forrásból. A többi az a régi vezeték, úgymond, de azokon a helyeken cseréltük ki, ahol a legnagyobb problémák jelentkezhettek, talaj, víz, közúti forgalom. Azokon a helyeken például Örökösföld, ahol homokban, sárga homokban kerültek elhelyezésre ezek a vezetékek, vagy magas vezetés van, ugye? Ott nincsenek problémáink, korróziós problémáink, de nyilván ütemezetten ezekre is sor fog megkerülni. A megyeszékhely lakói ezen a nyáron is több helyen láthatják a városban a felújítási munkálatok nyomait. A fűtési idényt követően május 15-től kezdtük a nyári felújítási munkáinkat. Itt a legnagyobb volumenű munkálat az Országzászló téren, a Kávin téren folyt, illetve folyik. Ez feltétlenül jövő hét végére aszfaltozással elkészül. Több helyszín van még, amit a nyáron fel szeretnénk bontani és kiváltani. Ez a Stadion utca térsége lesz a Hunyadi utca, illetve jelen pillanatban a Bújtosi erdőben dolgozunk, a télen meghibásodott vezetéknek a cseréjét végezzük. Ezek a munkálatok közel 200 millió forintot fognak felemészteni, ezek a vezetéki felújítások, de ami kevésbé látványos, azok a hőközponti munkálatok, amelyekre itt több mint 100 millió forintot fogunk elkölteni. Ezt nyilván a lakosság nem észleli, hiszen ezek a hőközponton belül történnek. Felújítási munkáinknál elsődleges szempont, hogy a fogyasztóink korlátozása nélkül végezzük ezeket, tehát mindenütt igyekszünk olyan provizor átmeneti vezetéket építeni, hogy ne kelljen a használati melegvizet korlátozni a fogyasztóink felé. Jó László elmondta, Nyíregyházán a fűtési szezon kezdetéig, szeptember 15-ig valamennyi helyszínen befejeződnek a felújítási munkák. A nyári hőség nem csak a látogatókat, az állatokat is megviseli a Nyíregyházi Állatparkban. Hamarosan láthatják, hogyan hűtik a nagy melegben az állatokat a gondozók, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. A nyíregyházi úszó hatházi Dóra három számban is rajtkőre állhat Győrben a jövő héten kezdődő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Gyula Sándor tanítványa 100 méter pillangón a 4x100-as vegyes, illetve az úgynevezett mixváltó tagjaként képviselheti a magyar színeket. Kéthetes kosárlabda képző tábort tart a Nyíregyháza Blue Sharks. A táborban résztvevő fiatalok napi 2 edzésen ismerkedhetnek meg a kék cápák által alkalmazott eszközökkel, módszerekkel. A 10 tréningen a felnőtt csapat több játékosa segíti Sitku Ernő és Siska János munkáját. A nyári hőség nem csak a látogatókat, az állatokat is megviseli a Nyíregyházi Állatparkban. Az itt élő nagyjából 5000 állat a szabadban élőkhöz képest lényegesen jobb körülmények között vészeli át a tikkasztó nyarat. Ilyenkor a gondozók is próbálnak kedveskedni az állatoknak, akár jégkrémmel vagy fagyasztott gyümölcsökkel. Hideg zuhanyzás az elefántoknak, ők is nehezen viselik a 30 fok feletti hőmérsékletet. 500 faj, 5000 állata éli mindennapjait sóstún a nyíregyházi állatparkban. A nagy melegben minden állatra saját igényei szerint fordítanak több figyelmet ilyenkor az állatpark gondozói. Az emlősök mellett főleg trópusi tengeri halakat láthatnak a vendégek az állatparkban, akikre ugyanúgy oda kell figyelni. Ezek az állatok nagyon érzékenyek, medencéjüket folyamatosan hűteni kell, míg a halak mellett élő korallok a túlzottan felmelegedett vízben akár ki is pusztulhatnak. Az állatparknak 5000 lakója van, ennek jó része egzotikus meleg tájak van, őshonos, de nyilván ilyenkor nagyon kell figyelnünk rájuk. Például a főemlőseinek, a gibbonyainknak, a gorillátnak vagy az orángutánoknak jeges banáncsemegét készítünk, míg a fóka vagy medveféléknek halat fagyasztunk jeges formában. Nagyon fontos az, hogy mindenki jól érezze magát. Mögöttem például most éppen az ázsiai elefántokat fürdetik, hiszen ez folyamatosan igénylik ezek a hatalmas nagy testű állatok. Az, hogy vízzel locsoljuk őket, több szempontból is nagyon fontos. Egyrészt utána ők porfürdőt vesznek, és ez a különleges sárréteg, ami a bőrükre ragad, ez nem csak a nap ellen védi őket, hanem az élősködők ellen is, és ez kiváló komfortérzetet biztosít a számukra. A jeges medvék főleg nem ehhez az időjáráshoz szoktak. Nekik például klimatizált barlangot építettek az állatparkban, a vastagbőrű emlősök számára pedig dagonyázó helyeket alakítottak ki. Az is segítség itt Nyíregyházán, hogy a több mint 30 hektáros tölgyerdő sok helyen árnyékos területet biztosít a vendégek és az állatok számára egyaránt. De a látogatók a zöld piramis előtti szökőkútnál is felfrissülhetnek.
A nyíregyházi úszó Hadházi Dóra három számban is rajtkőre állhat Győrben a jövő héten kezdődő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Gyula Sándor tanítványa a 100 méter pillangón a 4x100-as vegyes, illetve az úgynevezett mixváltó tagjaként képviselheti a magyar színeket. Dóra a 100 pillangón jelenleg a 12. az európai ranglistán, így célja a döntőbe kerülés. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált 1990-ben hívták életre azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a fiatal versenyzőknek az olimpiai játékok eszmélyiségének és szervezési rendjének megismerésére. A jövő héten Győrben 7 sportágban atlétika, kézilabda, torna, cselgáncs, kosárlabda, kajakkenű, röplabda és úszás mérik össze tudásukat a 15-17 év közötti sportolók. A 152 versenyzőt számláló magyar csapatban ott lesz az évet egy lábtöréssel indító nyíregyházi úszó, Hadházi Dóra is, aki már az utolsó gyorsaságfejlesztő edzésekkel hangol az EIOF-ra a sóstói 50-es medencében. 8 hetet kihagyott a sérülés miatt, lassabban kezdtük el a munkát, kezdi magát utolérni. A vas még mindig a lábában, és az EIOF után fogják kioperálni belőle. Jelenleg meg a fülével panaszkodik egy kicsit, de remélem, hogy ezt hamar átesünk. Hadházi Dóra 100 méter pillangón, a 4x100-as vegyes váltóban és a két fiúból, illetve két lányból álló úgynevezett mixváltóban állhat rajthoz. A tavasszal az országban az év sportiskolás úszójának megválasztott ifjú hölgy bízik abban, hogy a kihagyás ellenére is jól szerepel majd az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Nekem nagyon sok idő kimaradt a lábtörése miatt, és azok az edzések kimaradtak, amikor az állóképességet fejlesztettük volna, de jó úton haladok, hogy jól sikerüljön ez a verseny. Néztük ugye az európai ranglistát, és jelenleg a 12. időm van, de a tavalyi időmmel harmadik időm lenne, szóval remélem, hogy azt meg tudom úszni, és a döntően minél jobb helyezést tudok elérni. A 16 versenyzőt számláló magyar úszócsapat vezetője a nyíregyházi tréner Gyula Sándor, aki több éremre is számít az EIOF-on. 8 fiút és 8 lányt lehet nevezni, tehát 16 fős a csapat, mellette természetesen az edzők. A magyar utánpótlás az mindig jól szerepel. Előre nem tudok jósolni, de én valószínűleg tartom, hogy több éremmel fogunk hazatérni. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált vasárnap nyitják meg Győrben. Hadházi Dóra a váltókban kedden és szerdán, 100 pillangón pedig csütörtökön áll majd rajtkőre. Két hetes kosárlabda képző tábort tart a Nyíregyháza Blue Sharks. A táborban résztvevő fiatalok napi két edzésen ismerkedhetnek meg a kék cápák által alkalmazott eszközökkel, módszerekkel. A 10 tréningen a felnőtt csapat több játékosa segíti Sitko Ernő és Siska János munkáját. Az életkort tekintve meglehetősen vegyes csapatnak vezényelte az edzést felvezető futást Siska János a Continental Arénában. Ez persze nem meglepő, mivel a Nyíregyháza Blue Sharks által meghirdetett edzőtáborba elsősorban fiatalok jelentkeztek, viszont a csapat több játékosa is ott volt a pályán. A kék cápák szakmai igazgatója Sitko Jánő elmondta, a jövő hét végéig tartó új kezdeményezésnek több célja is van. Nyílt edzésnek nevezném, azért mert alapvetően vártunk mindenkit, aki érdeklődik a kosárlabda csapatunk iránt, illetve a kosárlabda iránt komolyabban szeretne egy picit elköteleződni. Szerettük volna megmutatni, hogy milyen edzéseket, milyen eszközökkel szoktunk mi végezni a felnőtt csapatnál, és hát egy kicsit talán kedvet csinálunk azzal is, hogy a felnőtt játékosainknak is itt van néhány meghatározó játékosa, és bízom abban, hogy fog tetszeni azoknak, akik ellátogatnak hozzánk, illetve van még egy plusz cél is. Alapvetően a saját játékosainknak is szeretnénk egy kicsit ráhangoló edzéseket tartani, és ezzel együtt, ugye, ahogyan már említettem, megismertetni a kosárlabda iránt érdeklődő fiatalokat az edzésmunkánkkal. Az elmúlt hétvégén egy MKUS által akreditált edzőképzőt tartottak Nyíregyházán, ami szintén újdonságnak számított a megyében. Úgy gondolom, hogy jó volt, és szeretném, hogyha jövőre is megtartanánk ezt. Egészen pozitívak voltak a visszajelzések, azért volt alapvetően itt Nyíregyházán, a Continental Arénában ez a továbbképzés, mert szerettem volna, hogyha Nyíregyházán és a Nyíregyháza közelében dolgozó edzők kisebb befektetéssel is meg tudják szerezni azt a szükséges kreditpontot, amivel tudnak dolgozni a kosárlabda edzői társadalom keretein belül, és bízom benne, hogy tetszett nekik, és remélem, hogy jövőre még nagyobb létszámmal leszünk. Ebben a kis előadásban is, amit egyik alkalommal tartottam, próbáltam felhívni az edzők figyelmét arra, hogy
hogy alakítsunk csapatokat, mutassuk azt, hogy mi is szeretnénk kosárlabdát, mutassuk azt, hogy mi is szeretnénk kivenni a részünket a magyar kosárlabdázásból, és úgy gondolom, hogy akkor magunknak tudunk egy sokkal nagyobb tekintélyt teremteni, és minket is sokkal jobban el fognak ismerni a magyar kosárlabda társadalomban. A tábor július 28-án zárul. A kék cápák hivatalosan július 31-én kezdik el a felkészülést. A keretből hiányzik majd Busz Iván, aki a magyar univerziádé válogatott tagjaként Debrecenben edzőtáborozik a jövő hét közepétől. A szerződtetni kívánt légiós kiválasztása még folyamatban van, ő később csatlakozik a nyíregyháziakhoz. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Folyamatosan csökken a burgonya termőterülete hazánkban. Még 2004-ben még 31 ezer hektáron termesztették a növényt, tavaly ez mindössze 16 ezer hektár volt. Így az országos termés mennyiség is 403 ezer hektára csökkent 2016-ban, hangzott el az országos burgonya tanácskozáson Gyula Tanyán. A Nébih kísérleti állomásán idén is külföldi és magyar burgonya fajtákat ismerhettek meg a szakemberek. Július 26-án kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A felvételt elnyert leendő hallgatóknak fontos feladatuk, hogy a lakcímváltozás bejelentése és a diákigazolvány igénylése miatt felkeressék a hozzájuk legközelebbi kormányablakot vagy okmányirodát. A felvett diákoknak nem kell megvárniuk a beiratkozást, a felvételről szóló értesítéssel akár már másnap elkezdhetik az ügyintézést. Mintegy 300 millió forintot fordít a nyári felújítási munkálatokra a Nyírtávhő Kft. Ebből az összegből közel 200 milliót a vezetékrendszer korszerűsítésére, valamivel több mint 100 milliót pedig a hőközpontban szükséges munkálatok elvégzésére fordít a társaság. A felújítási munkák szeptember 15-ig, a fűtési szezon kezdetéig befejeződnek a megyeszékhelyen. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 19-én szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérhetik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is folytatódik az igazi nyári meleg idő. Továbbra is többnyire száraz, egyre melegebb levegő érkezik térségünk fölé, így egyelőre nem várható változás időjárásunkban. Estétől kiderül az ég, csapadék nem valószínű. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 33 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Péntektől már egyre nedvesebb, de továbbra is nagyon meleg léghullámok érkeznek fölénk, így a napsütés mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, több alkalommal záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Egyre füllettebb lesz a levegő, a kánikula valószínűleg majd a jövő hét első felében mérséklődik.